Pécskertvárosban nagyon sok kisgyermekes család él. A Szent Erzsébet plébánia templomában a tanév során évtizedek óta tartanak diákmiséket. Azért, hogy még többen látogassanak el vasárnap délelőtt a templomba, a helyi plébános Pavlekovics Ferenc és az egyik hitoktató Oratics József azt találta ki, hogy egy báb közvetítésével juttatják el az evangéliumi tanítást a legkisebbekhez is, bevonva őket is a szertartás menetébe. A báb nevet is kapott. Ő lett Tóbiás, aki gyerekfejjel közeledik az evangéliumi történetekhez, miközben elmeséli csínytevéseit, melyeknek mindig van tanulsága. Olyan szép volt a bevonulás, láttam kintről mindent, és olyan gyönyörű volt, ahogy a szülők áldást adtak, és annyira jó, mert most már tudom, mi az az áldás. Igen? Igen, és képzétek, én is kaptam áldást, nem olyan régen. Elmesélhetem? Na, mondd el, mit? Képzétek, Feri atya, képzétek, gyerekek, apukámtól kaptam áldást. Azt történt, hogy gondoltam, segítek neki, és lenyírom a füvet az új fűnyíróban. Na, ez nem sikerült, mert tönkretettem a fűnyírót, és kijött apukám, és azt mondta, hogy a jó Isten áldja meg Tóbiást. Közben egyre többen lettek a gyerekek is a misén. Ami a kísérőszülőket, nagyszülőket leginkább megfogta, az a spontaneitás. A vezérelv mindig az, hogy a szituációkból mi hozható ki, mivel mozgathatók meg a gyerekek, hogyan alakítható az igehirdetés párbeszéddé, hogy a báb kérdéseire megnyíljanak a kicsik. Az alapötlet, azt úgy merítettük egy kecskeméti plébániának a gyermekmise videóján láttuk, hogy ott az atya egy bábbal beszélget, ott egy, azt hiszem, egér báb volt egészen pontosan, és mi már nagyon régóta gondolkodtunk Feri atyával, hogy hogyan lehetne a gyerekmisét egy picit még hangulatosabbá tenni, és akkor jött ez az ötlet, hogy mi is egy bábot alkalmazzunk, és ezt a bábot beöltöztessük egy picit. Ez egy hosszú egyeztetés után azon gondolkodtunk, hogy semmiképp nem szeretnénk állatfigurát, tehát valamilyen emberfigurába gondolkodtunk, és a Tóbiás karakternél pedig úgy döntöttünk, hogy egy csibész szeretnénk, aki igazándiból beszólogat, poénkodik, viccelő, ezzel egy kicsit a gyerekek tudnak azonosulni. Ugyanakkor Tóbiáson keresztül szeretnénk egy utat bemutatni, hogy ez a csibész gyerek hogyan jut el Jézus által egy jobb életre és egy jobb barátságra. Nagyon érdekes, hogy sokszor felnőttek jönnek oda, és mondják, hogy mennyire élvezik Tóbiást, és múlt alkalommal megkérdeztem az egyik felnőttet, hogy mi az, amit szeret benne, és mondta, hogy gyerekkorából merít, és akkor rájöttem, hogy valószínűleg én is a saját gyerekkorom csibészségeit öltöztetem Tóbiásra. Ennek megvan a tematikája, ez egy kéthetes tematika, két hetente jön el Tóbiás a gyerekmisékre. Ilyenkor általában a szentmise aktualitásához alkalmazkodunk. Ha van lehetőségünk, akkor az evangéliumból merítünk, ha ünnep van, akkor az ünnepet próbáljuk felölelni, és azokat a kérdéseket járjuk körbe, amiket a gyerekeket érdekelheti, amikről hittanórán is beszélgetünk, és ebbe belecsempészük Tóbiás csibészségét. Amikor a báb beszél és magyaráz, már az is leköti a gyerekeket, de amikor bekapcsolódhatnak kérdéseikkel, válaszaikkal, akkor élővé, személyessé válik a szertartás. Hát, kedvesen is nagyon figyelnek titeket, úgyhogy sok sikert kívánok, ne izguljatok. Jézus jó barát, én tudom, higgyétek el. Én meg sietek haza, mert apukám vett egy új sövédvágót. Szerintem kipróbálom. Tóbiás a nyári szünet idejére a nagymamájához utazik vidékre, hogy szeptemberben visszatérjen Pécsre. Oratics József elárulta azt is, hogy elképzelhető, hogy a jövőben Tóbiás testvére is meglátogatja majd a kertvárosi gyerekeket.